öröm számomra, hogy itt sok volt hallgatunk is a szervezők közé tartozik, vagy a résztvevők közé. Büszkék vagyunk rájuk, és remélem vannak, lesznek, meg vannak utódaik is éppen. Egy héttel ezelőtt ültünk ugyanebben a Pauli teremben, ahol két hallgatónk kapott külön nemzeti kiválósági ösztöndíjat BSZ-ések közül, és az egész egyetemen csak 5 ilyen hallgató volt, köztük 2 fehérvári. Fehérvárról vagyunk ugye, és 2 éve tartozunk az Óbudai Egyetemhez. Lassan integrálódunk, és lassan megszokjuk az új körülményeket. De hát az Óbudai Egyetem is egy ugyanolyan platformról indult, mint mi, egykoron, egy egykori felsőfokú technikumokból, főiskolákból, gyakorlatorientált képzésből vált egyetemmé. Ami az én mondatvalóm lenne, azt nagyon rövidre igyekszem húzni, ugyanis egy nagyon speciális és keveseket érintő területről lenne szó, hogyha lenne egy teszthálózatunk, amilyen azért most még nincsen, egy igazi, akkor azt hogyan mérjük meg? Hogyan is? Mert hogy az a teszthálózat, amiről itt korábban szó volt, az csak egy ideiglenes terület. Arról nem beszélnék most, hogy mit lennének a teszterület kiválasztásának szempontjai, nagyon sok mindent kell egyeztetni, de ha majd ebben megállapodunk, akkor azt gondolom, hogy az első követelmény, hogy pontosabban mérjük meg, mint amit tesztelni kívánunk. Most ha az UAV-kal már elérhető a 2 cm-es pontosság, vagy netán jobb is, akkor nyilván nekünk is ennél nagyobb pontosságot kell produkálni. Az egyik lehetőség, ami kézenfekvő lenne, hogy valamilyen GNSS technológiát használjunk. És nagyon kényelmes a hálózati RTK megoldás, használjuk is mindenre, akár illesztőpont mérésre, de úgy gondolom, hogy ebben az esetben ez nem megfelelő, különösen magassági értelemben nem. Akkor is, ha kombináljuk valamivel, és ugyanígy a hagyományos RTK-t, vagy még a statikus mérést is elvetném ebben az esetben. Persze lenne megoldás, hogy hosszú ideig mérjünk, ami viszont ebben az esetben nem lenne gazdaságos. Úgyhogy, és ne felejtsük el, hogy minden esetben, legalábbis eddig, de ami az előző prezentációból is talán kivilágulott, mindig kell valamilyen referencia, és mindig azokhoz képest határozzuk meg egy térbeli vektornak a helyzetét, jelen esetben a valamelyik tesztpontnak a helyzetét. Mindemellett meg kell jegyezni, hogy nagyon is jó lenne, ha GNSS technikát használnánk, mert hogy annak a koordináta rendszere, vonatkoztatási rendszere globális, és azt mindenképpen követnünk kellene. Egyrészt azért, mert a maga navigáció is VGS-84 rendszerben történik, másrészt pedig ugye itt is láttunk megoldásokat arra, hogy eleve a repülés során is, például a Topcon-nak a műszere az egy hagyományos RTK-t használ, és tehát nekünk igazából ilyen rendszerben kell megadni annak az egy referenciapontnak a koordinátáját. Amiben pontosan meg tudjuk adni ma Magyarországon és Európában, az az ETRS-89 rendszer, de nem szabad elfeledkezni arról, hogy ez nem azonos a VGS-84, illetve a VGS-84-el azonos ITRF vagy ITRF 2008-as rendszerrel. Például 70 cm-es eltolódás lehet ma már tapasztalni, és ha egy ilyen világrendszerbe megyünk át, akkor ezt figyelembe kell venni. Amit ajánlani tudok, az, hogy térjünk vissza a hagyományos geodéziai irány- és távméréses hálózathoz, vagyis egy megfelelő pontosságú mérőállomást használjunk, valószínűleg több műszerállvány, több állásponttal, ezeket kényszerközpontosan állítsuk föl, 2 távcsőállásban mérjünk. Mérjünk úgy, hogy a műszer és a prizma magasságot, azonosságát biztosítsuk, vagy legalábbis ennek az azonos eltérését, és egyidejűleg végezünk ilyen vízszintes magassági irányzást, aminek az lenne az értelme, hogy egyidejűleg hozunk létre vízszintes és magassági hálózatot. A tesztpontokon, ha nem
műszerállványon állunk föl, akkor pedig többszörösen mérjük, tehát biztosítsuk a megfelelő számú fölösmérést, és a prizmának a megfelelő felállítását, amit a kitámasztott prizmaruddal és nagyon pontos prizmamagassággal tudunk megtenni. Az ilyen hálózatot önálló rendszerben is számíthatjuk, viszont ekkor ugye nem találunk kapcsolatot a kívánatos VGS 84 rendszerrel, vagy számíthatjuk Magyarországon EOV rendszerben is, akkor ha több, annak több adottpontját használtuk föl, akkor annak a kerethibáival kell számolni, így az a megoldás kínálkozik, amit egyébként az építési geodéziában többször használnak, hogy csak egy pontot használunk föl az adott pontok közül, és egy irányt, egy tájékozódási irányt, és ezzel biztosítjuk, hogy csak a mi mérési hibáink terhelik ezt a hálózatot. Mondjuk ez lehetne egy ilyen meghatározási vázlata egy viszintes hálózatnak a sárgával jelzett tesztpontok körül, és ez is akkor lenne jobb, hogyha nem támaszkodik adott pontokra, hanem csak szabad hálózatként egyenlítjük ki. Hogyan biztosítható mégis, hogy utána ez a hálózat, igen, még egy dolgot, hogy ez a hálózat, ami tehát egyidejűleg vízszintes hálózat, és második ábrán egyidejűleg trigonometriai magassági hálózat, ez lényegében homogén pontossággal, hát biztos, hogy centiméteren belül néhány milliméteres ponthibával, középhibákkal meghatározható. Erre gyakorlatban dolgozó kollégáknak több példájuk van, de nekünk is számtalan alkalommal sikerül megvalósítani, ami talán újat mondani, trigonometriai magasságméréssel is, hogy ezek néhány 10 méteres, bocsánat, vagy néhány 100 méteres irányok lennének csak, hogyha az előbb említett feltételeket biztosítottuk. Igazából a megoldás az lenne, hogy a mérő ezt a mikrohálózatot egy GPS alapú pontokra ültessük rá, vagyis legalább két pontját biztosítsuk valamilyen GPS technikával, és ebbe vigyük át. Hát ezt a két pontot akár hálózatos RTK-val, akár hagyományos RTK-val, akár statikus méréssel, vagy akár mondjuk egy ismeretlen területen, ez nem Magyarország lenne, de egy feltáratlan területen, akár PPP, Precise Point Positioning technikával is biztosíthatnánk. És akkor ebből egy pontot és egy irányszöget elfogadva a mikrohálózatunkat erre rá tudjuk illeszteni. Most Magyarországon akkor akár rögtön EOV koordinátákat, akár pedig ETRS 89 koordinátákat is tudunk produkálni. Voltak éppen az a hálózat, amit bemutattunk, az egy, igen, tehát ez lenne az elvi sémája, egy szabad hálózat, szabad hálózati kiegyenlítéssel egy olyan pontra illeszve, amit GPS technikával jól meghatároztunk, és utána vihetjük akár nemzeti rendszerbe, akár egy teljesen önálló rendszerbe, mondjuk egy a VGS 84 ellipszoidhoz egy ellipszoidi sztereografikus vetületet illesztünk itt a munkaterület közepén, és akkor az átjárást oda-vissza meg tudjuk valósítani, illetve hát VGS 84 vagy ETRS 89 rendszerben is tudjuk szolgáltatni a pontok koordinátáit az igények szerint. Az a hálózat, aminek a teszt eredményeit mutattuk be, hát az egy kicsit így készült hallgatók mérték elsősorban. Ennek a meghatározási tervét mutatnám itt. Minden ilyen pont, amit ugyan részletpontnak gondolunk, de alappontként határozunk meg. A 49 tesztpont is, hát két, de inkább három független felállítású poláris pontként keletkezett, ami ugyanennek az önálló hálózatnak a részét képezte. Így tudtuk akár
önálló rendszerbeli koordinátaként, akár ROV koordinátaként, akár ETR-es koordinátaként a kontroll koordinátáit végül is megadni, és valóban sikerült elérni, mind vízszintes értelemben, mind magassági értelemben a centiméteren belüli középhibákat. Köszönöm szépen a figyelmet!